Bágyi László, az LMP képviselője, interpellációt nyújtott be az emberi erőforrások miniszteréhez. Magyarország drámaian visszaesett az európai egészségügyi rangsorban címmel. Szilágyi László képviselő urat illeti a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt ház, tisztelt miniszter úr. Magyarország egészségügye a nagy vesztesek közé tartozik, és erről nekünk most már papírunk van. Az Európai Egészségügyi Fogyasztási Index legújabb publikáció szerint drámaian visszaestünk. A 34 vizsgált európai ország rangsorolásában 2007-ben még viszonylag jó helyen, a 14. helyen álltunk, de idén visszaestünk a 27-28. Helyre. Annak idején a jobb helyezés egyik oka a javuló betegtájékoztatás bevezetése volt. Az akkori értékelés szerint a betegek jogainak kiemelt kezelése, a betegek jobb tájékoztatása és az internetes egészségügyi portálok alkalmazása jól tükrözték a rendszer modernizálására tett erőfeszítéseket. Ennek vége. Az egészségbiztosítási felügyelet és a BEGYKA megszüntetése óta nincs betegjogi intézményrendszer, nem csoda tehát, hogy nagyot csökkent az osztályzatunk a nemzetközi tekintetben. Tisztelt miniszter úr, ez a bizonyos EHCI index az európai egészségügy folyamatos javulását tükrözi a vizsgált dimenziókban, a magyarországi helyzet viszont egyre aggasztóbb. Hadd idézek ebből a riportból. Magyarország jelenleg a balkáni új EU tagok szintjét éri el. Az olyan alapvető szolgáltatások, mint például a gyermekek oltása még működnek, ám az egyenlőség és a méltányosság terén már egyre inkább hiány mutatkozik. Az egészségügyi szolgáltatások szimbolának visszaesése riasztó, ami Brüsszelt igencsak aggasztja, hiszen az EU az egészségügyi szakadékok csökkentésére törekszik. Tisztelt miniszter úr, az egészségügyi szakadékok Magyarországon nőnek. Az e-egészségügy terén nem léptünk előrébb. Még ma is elérhetetlen sok falusi házi orvos számára az interneten keresztül az, hogy megnézhesse a saját betegeinek a labor eredményeit. Az úgynevezett kimenetek mutatnak a legrémisztőbb képet, bár ez nem új jelenség, eddig is komoly fogyatékosságaink voltak, az elvesztett életévek, a szívinfarktus halálozás, a rák 5 éves túlélése, stb. Terén. A szolgáltatások skálája és elérhetősége sem javult. Például a támogatott fogászati ellátás hozzáférhetősége, a mammográfiás ráta egyre rosszabb a mutatók szerint. A várakozási idő sok fontos beavatkozás tekintetében pedig nő. Az informális kifizetések tekintetében a legrosszabb a helyzet Magyarországon a vizsgált országok közül. A gyógyszerellátás esetében tovább romlottak a mutatók, az új rákgyógyszerek bevezetésének gyakoriságában, az új gyógyszerek hozzáférhetőségében, és még hosszasan sorolhatnám. És akkor a kassa megfelezésének hatásai még nem is mérhetőek ebben az új indexen. Hogyha az egészségügyi kiadásokkal korrigált, igazított pontszámokat nézzük, akkor elmondható, hogy viszonylag jól szerepeltünk az egészségügyi kiadásaink volumenéhez képest, de ez a kormányzat teljesítményét nem dicséri, inkább az ellátásban dolgozók lelkiismeretességét. Az a kérdésem, hogy mit tesz a kormány annak érdekében, hogy ezek a negatív tendenciák megforduljanak. Kíváncsian várom válaszát. Köszönöm, képviselő úr. Válaszadásra megadom a szót Balogh Zoltán miniszter úrnak. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr, amikor ön valóban létező gondokat vett föl interpellációjában, nem értem, hogy a számlálója miért csak 2010-ben indul, és a 2007-es adatok közül valóban ön szerint ez az egyetlen idézett adat az, amelyik elmondja, hogy milyen helyzetben volt 2007-ben, 2010-ben és most az egészségügy. Emlékszik-e ön arra, hogy milyen állapotba találtuk többek között egyébként az egészségügyet is 2010-ben? Az ágazat fenntarthatóság szélére sodródott, a kórházak hihetetlen adóssággal küzdöttek, a várólisták hosszúak, a betegutak átláthatatlanok voltak, az orvosok és ápolók pedig sosem látott mértékben hagyták el az országot. Ezeket a problémákat mind kezelnünk kellett. Természetesen még nem értünk az út végére, de úgy gondolom, hogy az irány, amivel elindultunk, az egy jó irány. A negatív folyamatokat ugyanis részben sikerült megállítani. A kórházak az elmúlt 2 évben több 10 milliárdos támogatást kaptak az adósságállományuk csökkentésére. Az orvosoknak és ápolóknak idén az elmúlt évtized legjelentősebb béremelését tudjuk biztosítani. A struktúra átalakítással megszűntek a párhuzamosságok, kiszámíthatóbbakká lettek a betegutak, ami azt jelenti, hogy biztonságosabban jutnak el a megfelelő kezeléshez a betegek.
Ami a legfontosabb, hogy minden beteg egyenlő eséllyel és a legnagyobb biztonsággal vehessen részt az ellátásban. Az egészségbiztosítási felügyelet és az úgynevezett betyka megszűnése miatt nem szűnt meg a betegjogi intézményrendszer, ez tévedés, képviselő úr, ne is mondjon ilyet. A jogvédelmi feladatokat ugyanis a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vette át, és a betegjogi képviselők útján ellátja ezt a munkát. Fontosnak tartjuk a jogvédelmi feladatellátás fejlesztését, hatékonyságának fokozását. Ennek érdekében született meg az Országos Betegjogi és Dokumentációs Központ létrehozásáról szóló döntés. A szervezet felállítására irányuló jogalkotási, tervezési feladatokat most végezzük. A kormány célja a fenntartható finanszírozás mellett a társadalmi szolidaritás és méltányosság biztosítása, ezért meg kellett teremteni az egészségügyi ellátások és a járulékfedezet egyensúlyát a gazdaság teherbíró képességéhez igazítva. Az egészségügyi rendszer hatékonyabbá tételében az elektronikus megoldásoknak valóban így van, kulcs szerepe van. A folyamatban levő egészségügyi informatikai fejlesztések magasabb minőséget, költséghatékonyabb ellátórendszer kialakítását, a nyilvántartási rendszer. Az új adatbázis segítségével tiszta képet kapunk majd a ténylegesen várakozók számáról, a valódi várakozási időkről és a várólisták hosszáról. Az új rendszer célja tehát éppen a várakozási idők csökkentése. Az egészségügyi rendszer prioritásainak kijelölésénél komoly hangsúlyt fejtettünk a megelőzésre, kiemelt figyelmet fordítunk a rákellenes küzdelemre, valamint a népbetegségek megelőzésére, szűrésére és korai felismerésére. A kormányzat évtizedes adósságot törleszve a 2011. év intézkedéseivel a krónikus nem fertőző betegség teherért felelős két életmódbeli tényező, a dohányzás és a helytelen táplálkozási szokások visszaszorítása érdekében jelentős lépéseket tett, és várhatóak újabb intézkedések is. Végül a gyógyszerpolitikáról annyit, a kormány kiemelt célja, hogy csökkentse az államadósságot, ehhez a gyógyszertámogatási rendszer további felülvizsgálata, átalakítása elengedhetetlen. Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy elsősorban olyan intézkedések szülessenek, amelyek biztosítják, hogy rendelkezésre álljanak a jelenlegi nem drágább, ugyanakkor hatékony, a betegek által megszokott és ismert készítmények, terápiák, folyamatos gyógyszerrendváltás biztosítva legyen. Köszönöm a lehetőséget. Mielőtt megkérdezem a képviselőt, kérem a tisztelt képviselőtársakat és a kormányképviselőt, hogy igyekezzenek a felszólalási időt betartani, hogy megfelelő számú interpelláció a megadott időszakba sor kerülhessen, és ezek után megkérdezem Szilágyi László képviselőt, elfogadja-e a miniszteri választ? Köszönöm a szót. Tisztelt miniszter úr, nem lehet ezt a jelentést elbagatelizálni. Minden dimenzióban romlott a magyar egészségügy teljesítménye az előző vizsgálathoz képest. Ez a vizsgálat a fogyasztókról szól, a betegekről szól, és a betegek jogairól szól. Ez az, ami a kormány eddigi teljesítményétől és világlátásról úgy tűnik teljesen idegen, mint hogyha nem is értenék a kérdést. Az eddigi teljesítmény, és nem a szándékról beszélek, a teljesítményről, nem a betegek ellátásáról és életéről szólt, sőt nem is a gyógyítókról igazából, hanem az ellátórendszer vagyonáról. Itt a központosítás körül folyik minden, az államosításról, a különböző érdekcsoportok közötti lavírozásról. Azt ígérték annak idején, hogy megmentik az egészségügyet, itt két év alatt nem jutottunk közelebb, nem hozott érdemi javulást az önök teljesítménye, sok tekintetben lényegesen zavarosabb helyzet állt elő. Összeomlás közeli állapotban van az egészségügy, és mindenképpen sürgős teendők lennének, és itt nem a pénzkivonás, különösen nem a gyógyszerkasszának a megfelezése lenne a megoldás. Nem fogadom el a választ. Köszönöm.